Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! A mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 292-es énekének első versszakával kezdjük. Mária, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Szűzanyánknak szép emléknapján, amikor őt, a boldogságos Szűz Máriát, mint az egyház anyját köszöntjük, Ferenc pápa rendelkezése nyomán. Ugyanis a pünkösdi ünneppel, pünkösd vasárnapjával befejeződött a húsvéti idő, és most folytatjuk az évközi időt, annak a 8. hetében vagyunk, és már is pünkösd, vagyis az egyház születésnapja utáni napon égi édesanyánkat, mint az egyház édesanyját köszöntjük, hiszen rábízta Jézus édesanyjára tanítványait és a mi közösségünket. Így tehát a Szűzanyát köszöntve imádkozunk imaközösségben, az Apostol Televízió szolgálata még sok testvérünket bekapcsol bennünket ebbe a szentmisébe, amelyet itt a Szent Angyalok hajlékában gazdag réten mutatunk be. Az adakozó kérése és szándéka szerint elhunyt Debullai Antalné Katalin testvérünkért és élő családtagjaért ajánljuk föl a szentmisét. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, Istenünk, hirgalmasság Atya, egyszülött fiad a keresztván függve, anyját, a boldogságos Szűz Máriát, a mi anyánká is tette. Hadd kérünk, hogy a Szűz Anya szerető közbenjárására, egyházad napról napra
termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Isten megnyitja a bűnbánóknak a visszatérés útját, megerősíti a hűségben azokat, akik ellankadtak a helytállásban, de az igazak sorsát szánja nekik. Térj a fölséges Istenhez, és hagyd el bűneidet. Gyűlölj mindenféle utálatosságot, tartsd meg az Isten törvényeit és parancsait, és tarts ki szilárdan a fölséges Isten imádásában. Ne maradj meg az istentelenek tévedésében, halálod előtt mondj dicséretet, mert a halottnak ajkán elhal a dicséret, csak aki él és igazságos, él és egészséges, az dicsérheti Istent. Milyen nagy az Úrnak irgalmassága, és mi hatalmas az ő könyörülete azok iránt, akik hozzátérnek. Ez az Isten igéje. Alleluja, 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 alleluja. Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert tőled virradt ránk az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte, ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled, menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, s leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. Figyelemre méltó az a sokféle ábrázolás, amelyet Názáretben, az angyali üdvözlet templomában, illetve annak udvarán
láthatunk a szűzanyáról. Sokféle megközelítés, különböző népeknek ábrázolásai, felfogásai, és a saját emberi és kulturális adottságaikhoz igazodó szép képek mutatják a szűzanya gondoskodását, anyai szeretetét. Így még az is belefér ezekbe az ábrázolásokba, hogy annak az ember csoportnak a bőrszínével, vagy testi adottságaival ábrázolják a szűzanyát, amely nép éppen elkészítette azt a képet, és saját lelki, mennyei édesanyjának vallja a szűzanyát az Úr Jézus egyetemes akaratából, hiszen ő rábízta tanítványait a szűzanyára, a keresztván, amikor azt mondta a szűzanyának: asszony, íme a te fiad, és János apostol személyén keresztül minden tanítványát égi édesanyánk oltalmára, az ő földi édesanyja oltalmára bízta. És ez a sokféle ábrázolás egyszer s mint mutatja az Anya Szent Egyház egyetemességét, minden nép és nemzet fölött álló mi voltát, mert a közös hitben egyek vagyunk, és ezért az egyház egyetemes, idegen szóval katolikus, és ezt az egyetemes akaratot követi, amit a szűzanyával kapcsolatban maga az Úr Jézus rendelt el utolsó földi küldetésének utolsó órájában, és így bátran, nem kisajátítva a szűzanya személyét, de mint különböző helyeken és különböző népekhez tartozó keresztények, Krisztus hívők, katolikus hívők, égi édesanyánként tiszteljük őt. Nem sajátítjuk ki, amikor azt mondjuk, hogy ő a magyarok nagyasszonya, vagy Lengyelország királynője, vagy Ausztriának a királynője, és sok nép ilyen megszólításokkal köszönti őt. Mert, és ezt mindig elmondom, már többször elmondtam, én, akinek ugyan nincsenek testvérei a földi értelemben, de mégis tudom azt, hogy amikor egy családban több gyermek van, akkor a gyermekek mindig egyes számba beszélnek a szüleikről, hogy az édesapám vagy az édesanyám, s hiába vannak testvérek a családban, nem többes számba fogalmazzák meg, hogy az anyukánk, meg az apukánk, hanem a gyereknek a szülei személyes kötődést jelentenek. Az édesanyám, édesapám, még akkor is, ha testvérei vannak. De az édesanyának, meg az édesapának azért mégiscsak az egész családi közösségre kell tekintenie, és nyilván, amikor konkrétan az egyik gyermekükről beszélnek, akkor azt nyilván egyes számban fogalmazzák meg, de az sohasem rejtik véka alá, hogy nekik gyermekeik vannak. Az édesanyának több gyermeke is lehet, de egy gyermeknek, még ha van testvére, akkor is csak egy édesanyja lehet. És hát ebben az összefüggésben, amikor anyánknak tartjuk a szűzanyát, mégpedig az egyház anyjának, akkor éppen erre gondolunk, hogy személyes és nemzeti hovatartozással azonosulva tekintünk, de ugyanakkor még mi egyénként is, keresztény emberként is tekinthetünk a szűzanyára, mint az ő gyermekei, bár tudjuk jól, hogy az egyház közösségi imájában, és így mondjuk ki, hogy az Üdvözlégy Mária imában, amikor már a bibliai részek után, tehát az Üdvözlégy Mária imának az első fele, az bibliai imádság,
Gábor angyal köszöntése, Erzsébet tisztelete a szűzanya iránt, amikor kimondjuk az üdvözlégy szavait, de utána az üdvözlégy Mária második része már közösségileg van megfogalmazva, és többes számban imádkozzuk, mint közösség, mint egyház, amikor azt mondjuk, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. És éppen így aztán minden üdvözlégy Mária imádságnál már az egyház teljes közösségére gondolunk, amikor kérjük az ő anyai oltalmát, és ennek Ferenc pápa egy külön ünnepet rendelt a mai napra vonatkozóan, pünkösd vasárnapját követő hétfőn, és bár a pünkösd kizárólagos és a húsvéti ünnepkört és húsvéti időt lezáró ünnepnapjához mégis párosítunk még két napot, amely körülveszi a pünkösd ünnepét, és ezért alakult ki a fogalom, hogy pünkösd szombatja, vagyis a pünkösdöt megelőző nap, főleg a magyar hagyományainkban és a nemzeti zarándoklat kapcsán, a csíksomlyói búcsú kapcsán emlegetjük azt, hogy ez pünkösd szombatján van. És aztán a hazai ünnepszabályozás szerint megmaradt a pünkösd hétfő, mint ez a mai nap, de tudjuk jól, hogy a katolikus kalendáriumunkban már ilyen nem szerepel. Csak pünkösd vasárnapja van, illetve pünkösd ünnepe, ami az egyetlen húsvéti időt lezáró vasárnap. De mind az életvitelünkben, szóhasználatunkban, azért még továbbra is emlegetjük azt, hogy pünkösd hétfő. De most már át kell formálnunk a tudatunkat, mivel a pünkösd az egyház születésének az ünnepe, ezért ennek a születésnek van édesanyja, a közösségnek, a misztikus testnek, a Krisztus testnek van eszmeileg is édesanyja, így a szűzanya egyházunk anyja. Hát ennek örvendünk ezen a mai napon, ezt köszönjük meg az Úrnak, hogy az ő saját édesanyját nekünk is édesanyánká tette, ahogyan a bevezető könyörgésben is imádkoztuk, minden népnek anyjává tette a szűzanyát, így a mi népünk is. Ősidőktől fogva kiváltképpen Szent Gellért biztatására, nagyasszonynak, égi pártfogónknak, pátrónánknak mondjuk a boldogságos Szűz Máriát. Így köszöntsük őt a mai napon, és amikor Jézusnak engedelmeskedünk, akkor tudjuk a legszebb köszöntést kimondani és teljesíteni égi édesanyánk iránt. Amen. Amen. Imádkozzunk most testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg szent hitben Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Kérünk téged, hallgass minket! Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és patronánk, egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Kérünk téged, hallgass minket! Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk az ő közbenjárására, nyerjen védelmet az erőtlen,
és az elhagyott találjon rá az igazságra a téveigő, és térjen hozzád a bűnös. Kérünk téged, Urunk, szűz anyád, a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Urunk, szűz anyád, a mennyei boldogság királynője, hadd, hogy Katalin testvérünk, akiért a szentmisét fölajánljuk, elnyerje ennek a boldog, örökké valóságnak ajándékát. Kérjük téged, hallgass! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűz anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 292-es éneket, és a második versszakat énekeljük. Ha értünk, Mária, imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, és változtasd át üdvösségünk misztériumává. Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből és a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának szerető segítségével szívünk lángra lobbanjon, és vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban összeforjon Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és a boldogságos Szűz Máriát köszöntve, méltó hálaénekkel magasztaljunk téged. Ő szent igédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült igédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve, az egyház születését is szolgálta. A kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, gyermekévé fogadott minden embert, akik Krisztus halálában örök életre születtek. És amikor az apostolok a megígért szent lelket várták, velük együtt imádkozott Mária, és így lett az imádkozó egyház példaképe.
majd miután a mennyei dicsőségbe vétetett, anyai szeretettel segíti a Zarándok Egyházat, az örök haza felé irányítva annak lépteit, amíg csak el nem jön az Úr dicsőséges napja. És ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Uram, Istenem, dicsőségedbe költi a mennyet és a földet. Hosszanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetünk, Urunk, és így felvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, és az üdvösség kelyhét és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Katalin szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szentáldozás közben énekeljük a 118-as éneket. Krisztus teste, és rettenve, imád.
vére, Krisztus teste és 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 vére, ó keresztfán, oltó kulván, rejlek csak az Istenség, itt elrejtve és elfedve, Istenség és emberség. Boruljunk le és rettegve, imádjuk e fölséget, az oltári szentséget, orvosságát, tisztulását, lelkünk itt feltalálja, e nagy szentség, az üdvösség, bőséges út forrása. Boruljunk le és rettegve, imádjuk e fölséget, az oltári szentséget. Szelíd bárány a keresztfán, áldozatunk te lettél, Szent Atyáddal nekünk békét szereztél. Boruljunk le és rettegve, imádjuk e fölséget, az oltári Most gondoljunk azokra a testvéreinkre, akik otthonaikban ünneplik velünk a Szent Misét, és a lelki áldozás imájával az Úr töltse be vágyukat, a találkozás vágyát. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát. Esdve kérünk, hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt egyházad az evangélium jó hírével minden nemzetet megszenteljen, és a Szentlélek kiárasztásával az egész földkerekséget betöltse Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mindig örömmel és tiszta szívvel énekeljük a Szűz Anyának
azt a hitvallásunkat, hogy téged rendelt jó anyánknak az Isten fia. Ez történt a keresztfán, ekkor lett égi édesanyánk a szűzanya. Ezért énekeljük majd a Szent Mise végén a 195-ös éneket, annak első és második versszakát. A mai napra is, a további ünneplésünkre, és aztán a következő feladatokra, a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a Gazdagréti testvéreimre, valamint az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, az Egyház anyja, Szent József, őrangyalaitok és védőszentjeitek oltalmával, felszentelt papi kezeim kiterjesztése által áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz ellenet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejében taszíts vissza a kárkozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélet és bízom benned, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörülj érettünk, magyarok szent őrangyala, könyörülj érettünk, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörülj érettünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj érettünk. A város szívétől délve, Angyal, te kint a szívre, szárnyait kint.